Sziasztok, itt vagyunk a Mono Fashion divat bemutatója után, és elkaptuk Kajdi Csabát. Hogy tetszett a rendezvény? Nagyon szép, egy nagyon jól összerakott rendezvény volt. Ugye én alapvetően nem stylist vagyok, tehát nem a ruhákat nézem feltétlenül, hanem sokkal inkább a lányokat nézem, de természetesen ugye a szakmámból adódóan azért a kollekciót is figyelem. Ezeknél a lányoknál egyrészt magasságban a lábuk hosszát néztem, tehát hogy mennyire hosszúak a lábuk, milyenek az arányaik, milyenek a méreteik. Azért tehát nem a legerősebb lányokat vonultatták ma itt föl, az én véleményem szerint. Milyen az az arckarakter, ami a legjobban kell a nemzetközi piacon? Ez teljesen változó. Tehát én két nagyon szélsőséges példát tudok mondani az én a Visage Model Management lányai közül. Ugye például Mihaly Kenikő, aki egy nemzetközi topmodell, ugye, és a Models.com-nak a 9. legkiemeltebb modellje, aki egy igazi divatmodell, egy igazi fashion lány, akit láthatunk a Hugo Boss, a Max Mara, a Cesare Paciotti kampánytól kezdve rengeteg helyen, és ugye ő nem a klasszikus szépség. Én egy nagyon szép nőnek tartom az Enikőt, egy nagyon nőies és szép nőnek, de ezzel szemben például ott van az Ebergényi Réka, aki megint csak a mi modellünk, aki meg egy fantasztikus beauty szépség, a klasszikus szépség, az a típusú lány, aki a kozmetikai kampányok és a parfüm kampányok arca. Én azt gondolom, hogy eléggé nehezen behatárolható ez, hogy ki a jó modell, meg ki a nem, mert a fashion modellek között elég gyakran látom azt, hogy kifejezetten nem attraktív arcú lányokat válogatnak be. Miért van ez? Inkább az, hogy karakteresek legyenek? A divat szakmában nem az a lényeg, hogy férfi és szexuális szempontból szép legyen a nő. A divat szakma azt mondja, vagy ugye a modell szakma, hogy olyan nő legyen, aki alakítható, akinek 1000 arca van. És vannak ilyen különböző műhelytitkok, hogy mi alapján tevődik ez össze, milyenek az arcarányok, milyen az orra, milyen a szemvágása, a szájformája. Tehát nem arról szól ez a dolog, hogy ki az, aki férfi szemmel vonzó nő, hanem ki az, akiből 1000 és 1000 arcot lehet kihozni. Na, ilyen az Ebergényi Réka, ilyen a Mihaly Kenikő, ilyen a Lutoskin Anna, a Gigi, és a mostani Schwarzkopf Elite modellukon is láthatunk nagyon sok ilyen lány, hogyha ellátogattok ugye hozzánk, hogy milyenek is igazán azok a modellek, akik a jövő reménységei. Köszönjük szépen Kajdi Csabának! Én köszönöm az interjút! Örültem, hogy találkoztunk, és akkor további szép estét! Köszönöm szépen! Sziasztok!